Kezdet csókolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Ahogy Dacs Tamás listavezetősége kitűnően szimbolizálja a Fidesz erkölcsi színvonalát, úgy nem véletlen, hogy Orbán budapesti polgármester jelöltjei között is bőven találni kétes hírű figurákat. Az egyik közülük a 15. kerületben induló Lehocki Ádám, aki saját 2023. január 25-én leadott vagyonnyilatkozatában maga vallotta be, hogy ügyvédjelöltként annak az S. Edinának dolgozik, akit szintén ugyanezen a napon, vagyis 2023. január 25-én tartóztattak le a rendőrök, mert a magyar és az olasz hatóságok nyomozása szerint szorosan együttműködött a kalabriai maffiával. A fideszes polgármester jelölt munkáltatója a gyanú szerint az olasz maffiával bűnszervezetet alkotva olyan saját budapesti ügyvédi irodájába bejegyzett cégeket vezetett, amiket valójában a maffia működtetett és ellenőrzött illegális vagyonátruházás, pénzmosás és egyéb bűncselekményekből származó jövedelem tisztára mosása céljából. A 15. kerület országgyűlési képviselőjeként írásbeli kérdéssel fordulok a belügyminiszterhez, hogy megtudjuk. A Fidesz 15. kerületi polgármester jelöltjének milyen szerepe volt a kalabriai maffia magyarországi pénzmosási ügyeiben? Ügyvédjelöltként segédkezette Lehocki Ádám, a Fidesz 15. kerületi polgármester jelöltje főnökének, S. Edinának abban, hogy a kalabriai maffia pénzét a Magyarországon bejegyzett 168 fiktív cégen keresztül mossák tisztára. Szerepe volt-e az ügyvédnő által szerkesztett, ellenjegyzett, valamint kézbesítési megbízottként képviselt cégek magyarországi bejegyzésében, amivel a drogkereskedelemmel és uzsorával foglalkozó olasz maffia családok piszkos pénzét akarták tisztára mosni itthon? Egyben felszólítom Lehocki Ádámot, a Fidesz 15. kerületi polgármester jelöltjét, hogy álljon ki és adjon világos választ a kérdéseinkre. Közszereplőként nem teheti meg ugyanis azt, hogy bujkál, mismásol, miközben vélelmezhetően súlyos, köztörvényes bűncselekményekben volt bűnsegéd. A kalabriai bűnszövetkezet jellemzően európai országokban működő cégeken keresztül jelentetett meg hirdetéseket azzal a céllal, hogy beszivárogjanak súlyos pénzügyi gondokkal küzdő nemzeti vállalatokba. A maffia az itt tisztára mosott pénzt aztán ingatlanokba, luxusjaktokba és villákba fektette be, így mozgatva eurómilliókat egyik cégtől a másikig. Ennek a bűnszervezetnek az egyik központja pedig a gyanú szerint a 15. kerületi fideszes polgármesterjelölt volt főnöke és mentora, S. Edina ügyvédnő volt. Mi már tényleg nehezen lepődünk meg, ha fideszes korrupcióról, lopásról és mutyiról van szó, de azért az, hogy egy budapesti fideszes polgármesterjelölt az olasz maffia hazai segítőjeként és táskahordozójaként tevékenykedhetett, a drogkereskedelemből és uzsorából származó pénzek tisztára mosásában pedig segítkezhetett, még a velejéig romlott Orbáni bűnszervezettől is sok. Éppen ezért a 15. kerület országgyűlési képviselőjeként írásbeli kérdéssel fordulok a belügyminiszterhez, hogy megtudjuk, a Fidesz 15. kerületi polgármester jelöltjének milyen szerepe volt a kalabriai maffia magyarországi pénzmosási ügyeiben. Ügyvédjelöltként segédkezette Lehocki Ádám, a Fidesz 15. kerületi polgármester jelöltje főnökének, S. Edinának abban, hogy a kalabriai maffia pénzét a Magyarországon bejegyzett 168 fiktív cégen keresztül mossák tisztára. Szerepe volt-e az ügyvédnő által szerkesztett, ellenjegyzett, valamint kézbesítési megbízottként képviselt cégek magyarországi bejegyzésében, amivel a drogkereskedelemmel és uzsorával foglalkozó olasz maffia családok piszkos pénzét akarták tisztára mosni itthon? Egyben felszólítom Lehocki Ádámot, a Fidesz 15. kerületi polgármesterjelöltjét, hogy álljon ki és adjon világos választ a kérdéseinkre. Közszereplőként ugyanis nem teheti meg azt, hogy bujkál, mismásol, miközben vélelmezhetően súlyos, köztörvényes bűncselekményekben volt bűnsegéd. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom, viszontlátásra!